Hölgyek, urak, fiúk, lányok, legendás év a 2022 animék szempontjából, ugyanis 2020. október 10-én visszatér a Bleach az utolsó nagy történetfelvonással. Akik most fiatal animések, azoknak lehet, hogy ez nem tűnik akkora dolognak, viszont hogy picit megvilágítsam a dolgot, én 2006 környékén kezdtem el Bleach-et nézni, és aztán egy idő után beértem az animét, és egészen 2012-ig néztem heti szinten a Bleach-et éveken keresztül, és ugye 2012-ben váratlanul sajnos vége szakadt az animének, és azóta több millió vagy több 10 millió Bleach szerető, Bleach fannal egyetemben én is vártam, hogy egy napon majd visszatérne a Bleach, és újra Bleach-et nézhessünk. Na hát erre 10 évet kellett várni, de megtörtént a csoda, és 10 év után visszatér a Bleach anime. Ez egy óriási és fantasztikus dolog, főleg a trailerek alapján, mert a trailerek alapján, mert azért nem szabad trailerek alapján ítélni, de gyönyörűen és fantasztikusan néz ki, és brutálisan hangulatosnak látszik. A Bleach volt a Naruto után a másik anime, amit már anime tudatossággal kezdtem el nézni, és hát 10 év alatt azért felejt az ember meglehetősen, úgyhogy abszolút megérdemli a Bleach, hogy egy ilyen recap videóval tisztelegjek előtte. Úgyhogy ebben a videóban először mondok pár alapinformációt és érdekességet, amit érdemes tudni a Bleach mangáról és animéről, aztán pedig belevágunk és elmesélem a Bleach 366 részének történetét. Nyilvánvalóan nagyon röviden, nagyon leegyszerűsítve, hogy beleférjen egy nem tudom 15-20, max 25 perces videóba. Természetesen, mint mindig, most is nagyon várom a véleményeteket a komment szekcióba, írjátok le, hogy ti mikor néztetek Bleach-et, hány évesen, mennyire szerettétek, mennyire volt meghatározó, melyik a kedvenc csatátok, ki a kedvenc karakter, melyik a kedvenc képességetek, melyik a kedvenc történetívetek, hogy írjatok le mindent a komment szekcióba, és örömködjünk együtt a Bleach visszatérésén. Hölgyeim és uraim, ez itt az Anime Egyetem, én Atis vagyok, a mai videónk témája pedig a Bleach 366 részének története, hát egy olyan 20-25, remélem maximum 30 percben. Először, hogy ígértem, nézzünk meg gyorsan pár alapinformációt a Bleach mangáról és animéről. Kubo Tight Mangaka tollából született meg a Bleach manga, és 2001. augusztus 7-én jelent meg a Weekly Shonen Jump-ban, és egészen 2016. augusztus 22-ig futott. A Bleach 120 millió eladott mangával a 12. legtöbbet eladott manga az egész világon, régen óriási népszerűsége volt, egyik volt a Big Three-nek, a Naruto és a One Piece mellett, így nem csoda, hogy anime adaptáció is készült belőle. Az anime első része 2004. október 5-én jelent meg, az utolsó 366. része pedig 2012. március 27-én. A 366 részből, ahogy a gigantikus animéknél lenni szokott, igen sok filler is van, a Bleach esetében több mint 164 résznyi fillerről beszélünk, úgyhogy kb. 200 rész a real story. 2012-ben is alapvetően azért állt le az anime, mert utolérte teljes mértékben a mangát, és ugye 2012-ben lett vége az anime, de 2012-ben kezdődött az utolsó nagy manga történetszál, amit most meg fognak animésíteni egyébként. És hát aztán pedig nem folytatták, amiben szerepet játszott a Bleach-nek a csökkenő népszerűsége, mind anime, mind manga fronton. Ugye a manga kapcsán pedig ott azt rebesgetik, hogy a stúdiók nyomása és minden egyéb dolog közrejátszása miatt nagyon összecsapott lett a manga, bár én magam nem olvastam, hogy nem tudom, úgyhogy szűzen fogok nekiállni az animének, de írjátok le, hogy ti mit gondoltok a mangának az eseményéről és cselekményéről, természetesen spoilermentesen. Annyi érdekesség még egyébként, hogy itt az animében aktívan közreműködik Kubo a gyártásnál, és elméletileg ki fogja egészíteni információkkal és olyan dolgokkal, amik még gondolom a mangában sem voltak benne, hogy ne legyen annyira összecsapott, hanem egy teljesebb és kerekebb egészt alkosson az anime. Na de akkor lássuk is, hölgyek urak, a Bleach történetét. A Bleach első évada a helyettes Shinigami címet viseli. Kurosaki Ichigo egy 15 éves középiskolás srác, akinek a különlegessége a narancssárga haja és a verekedésre való hajlama mellett, hogy látja a szellemeket. Egy nap megjelenik a házában egy Shinigami, Kuchiki Rukia, akinek a feladata, hogy az emberek világában felbukkanó holóokat kiiktassák. Egy ilyen holó megtámadja Ichigo húgát is, és noha Ichigo megpróbálja megmenteni, ez nem sikerül, a harcban Rukia is megsérül, és az egyetlen megoldás az, hogyha Rukia a Shinigami erejét átadja Ichigónak. Így Ichigo megkapja az erejét, és ténylegesen le tudja győzni azt. Igen ám, de Ichigo nem csupán egy kis részét vette kölcsön Rukia erejének, hanem felszippantotta, mint éhes agodás tejbe grízt, ezért a következő hetekben, míg Rukia regenerálja az erejét, Ichigónak kell megvédeni a várost a holóoktól. Miközben Ichigo harcolgat, megismerjük a fő mellékszereplőinket is, Yasutora Sadot, azaz Chadot, aki egy igazi Chad karakter, Inoue Orihimét, akinek ikonikus szavajárása a Kurosakikün, Ishida Uriut, aki először halálra akarja nyilazni Ichigót, és egy félre sikerült párbajt is lenyomnak, de aztán barátok lesznek,
egy módosított lelket Kont, aki egy geg karakter leginkább, és Urahara Kisukét, egy elég weird bolt tulajdonost. Ichigo barátai is különleges erőkre tesznek szert, Chad annyit recsizett a jobb kezével, hogy kifejlesztette a brázó derecha de gigantét, Orihime ereje a Shunshurika, amik ilyen kis tündérbigyók, Ishida pedig Quincy erővel rendelkezik. A szereplőink között barátság fűződik, ám azt nem tudják, hogy azzal, hogy Rukia átadta az erejét egy halandónak, és sokáig az emberi világban maradt, törvényt szeget, és hamarosan meg is érkezik két Shinigami, hogy visszavigye, hogy hivatalosan elítéljék és kivégezzék, Kuchiki Byakuya fogadott bátyja, 6. osztag kapitánya, és Abarai Renji, 6. osztag hadnagya érkezik meg, egy régi barátja Rukiának, bár itt nem annyira tűnik annak tekintettel arra, hogy szarra akarja verni és kaszabolni Rukiát. Ichigo természetesen harcba száll velük, hogy ne vigyék el Rukiát, ám míg Renjivel fel tudja venni a harcot, Byakuya a másodperc tört része alatt eltöri a kardját, halálos sebet mér rá, és magával viszi Rukiát a Soul Society-be. Urahara Kisuke menti meg Ichigo életét, egy életveszélyes procedúra keretében Ichigo természetes Shinigami erejét is felébreszti, last minute kiképzést is kap, és Yoruichi a fekete macska vezetésével, Orihimével, Ishidával és Chaddal karöltve elindulnak a Soul Society-be, hogy megmentsék Rukiát. A második évad, a behatolás. Miután megérkeznek a Soul Society-be, valahogy be kellene jutniuk a belső körzetekbe, azaz a Seireitei-be, mivel érthető módon először a kapuval próbálkoznak, ahol Ichimaru Gin kapitány másodpercek alatt legyőzi őket, mert hosszabb a kardja, mint Ichigónak. Bár Ichigóé szélesebb. De Yoruichi régi barátja egy ágyúval belővé őket a Seireitei-be, úgyhogy ők alkotják az élő húsi ágyúgolyót. Miután bezuhannak, négy csapatra osztanak, közben a Shinigamik parancsba kapják, hogy kapják el a Ryokákat, ezért mindenkinek meg kell vívnia a saját harcait a túlélésért. Ichigo először összetalálkozik Madarame Ikkakuval, ahol Ikkaku féltékeny lesz Ichigo dús frizurájára, ezért megverekszenek, de Ichigo legyőzi. Ezután Ichigo Renjivel találkozik össze, akivel némi kardozgatás után szarrá Getsuga Tenshouza. Közben Aizen Sousukét, az 5. osztag kapitányát holtan találják, ami előre jelzi, hogy a háttérben itt valami nagyobb dolog is zajlik. Chad összetalálkozik Kyoraki Shunsui kapitánnyal, ám annyi esélye sincsen, nem mint Fingnak a hurikánban. Ichigo tovább folytatja az útját, összetalálkozik Zaraki Kenpachi kapitánnyal, akivel egy véres harc után mindketten halálközeli állapotba kerülnek. Ichigót a fekete cica Yoruichi menti meg, akiről kiderül, hogy szuper szexi fiatal csajsi, aki szívesen tanítani Ichigónak egymást, de helyett sajnos elmennek edzeni, hogy Shikai mellett Ichigo unlockolja a Zanpakutók true erejét, a Bankai-t. Bankai! A harmadik évad, a mentő akció. Eközben számos ponton harcok robbannak ki a Seireitei-ben. Ishida megküzd Kurosuchi Mayurival, a 12. osztag kapitányával, aki túlságosan erősnek bizonyul, ezért Ishida a végső Quincy technikát használja, mivel már-már legyőzhetetlen erőt kap, cserébe utána elveszíti minden Quincy erejét, ezzel az erővel viszont könnyedén legyőzi még Mayuri Bankáját is. Eközben Toshiro Hitsugaya kapitány megküzd Ichimaru Gin kapitánnyal, mert úgy gondolja, hogy ő ölte meg Aizent. Kenpachi kiszabadítja Ichigo barátait, és megküzd Komamura Sajin kapitánnyal és Tōsen Kaname kapitánnyal, Tōsen annak ellenére is legyőzi, hogy aktiválja a Bankáját. Renji megpróbálja kiszabadítani Rukiát, de Byakuya az útját állja, ezért harcolni kezdenek, Renji aktiválja a frissen megszerzett Bankáját, de Byakuya még így is olyan könnyedén győzi le, hogy még bemelegítésnek is kevés volt. Rukia kivégzése megkezdődik, de Ichigo még időben megakadályozza, a Rukiát odapasszolja Renjinek, mint egy röbbilabdát, becsicskít három hadnagyot puszta kézzel, és megkezdődik a harc közte és Byakuya tájcsó között. Eleinte dominálja a harcot az új Bankájával, ám Byakuya felülkerekedik és kisián megöli, amikor Ichigóból előtör egy belső holóerő, átveszi az irányítást és csúnyán meg is sebzi Byakuyát. Ichigo visszanyeri az öntudatát és szűkösen, de legyőzi Byakuyát. Mindeközben Kyoraku kapitány és Ukitake kapitány Ichigóék mellé áll, ezért meg kell küzdeniük Yamamoto Genryu Sasigekuni főkapitánnyal, a Soul Society legerősebb Shinigamiával, Yoruichi pedig Soifon kapitánnyal küzd meg. Megint máshol Hitsugaya felfedezi, hogy Aizen nem halt meg, és hogy ő egy áruló, de Aizen könnyedén legyőzi őt, majd elkapja Rukiát és behatol a testébe, hogy elvegye a szüzet, ahogy értem a Hoyoku, ne, a Hogyoku. Hogyoku, Hogyoku nevű valamit. Aizen könnyedén legyőzi Komamurát, Renjit és Ichigót is, ráadásul úgy állítja meg egy ujjal Ichigót, hogy még a főhős team songját is megállítja vele együtt. Ezután megérkezik az egész Gotei 13, hogy a megküzdjön Aizennel, ekkor azonban megnyílik az ég és a Menos Grandék kimenekítik Aizent és két hű társát, Jint és Tōsen. A negyedik évad és az ötödik évad 45 része a Bound filler arkot foglalja magába, amit simán át lehet ugrani, egyrészt mert a fő sztori szálhoz nem ad hozzá, másrészt mert nem is kifejezetten jó. A hatodik évaddal folytatjuk, tehát aminek a címe az Arrancarok feltűnése. Ichigóék visszatérnek az emberi világból, feltűnik két Arrancar, Yami, de nem a Justin Bieberes, és Ulukiora.
Yami könnyedén legyőzi Orihimét és Chadot, után megérkezik Ichigo, hogy megvédje őket. A harc egészen odáig jól megy, amíg Ichigo belső holója be nem jelenti, hogy ő akar harcolni Ichigo helyett, ám ő ezt visszautasítja, mire a belső holó lekorlátozza Ichigo erejét, így Yami szarráveri, a haláltól pedig csak a megérkező Yoruichi és Urahara menti meg őket. Fenyegetésre válaszol, Hitsugaya Taichō megérkezik egy csapattal Karakura városban, aminek a tagja Renji, Rangiku, Ikkaku, Yumichika és Rukia. Nem sokra rá ismét Arankarok érkeznek, és mindenki 1v1-ben harcol, de mindenki vesztésre áll, ám miután feloldják a limiterüket, legyőzik az Arankarokat. Ichigo megküzd Grimmjow-val, aki PP-veri, ám a csata lezáratlan marad, mert Tōsen közbelép és visszaviszi az Arankarokat. Ichigo belátja, hogy nem tud így harcolni, ezért elmegy a Vizardokhoz, azaz olyan Shinigamikhoz, akik képesek holóerővel harcolni, hogy tanítsák meg neki, hogyan tudja uralni a belső holóját. Először nem akarnak kötélnek állni, de Ichigo kimasszírozza a Hiyori nyakából a görcsöt, ezért végül segítenek neki. Ichigo legyőzi Ichigót, azaz a holó Ichigót, ezzel uralja az erejét, de marad edzeni a Vizardokkal, és ide az apjával lehet, hogy visszaszerezze az erejét. Újabb Arankar támadás jön, Ichigo újra megküzd Grimmjow-val, és le is győzné, de a maszka nem tart sokáig, ezért végül Shinji arat győzelmet Grimmjow felett. Orihime is edzeni megy Rukiával, de Lukiora erre bolya, és elviszi Hueco Mundóba, a holovak birodalmába. A hetedik évad, az Arankar második felvonása. Ichigo, Chad és Urio Urahara segítségével belépnek Hueco Mundóba, hogy megmentsék Orihimét. Belépve legyőznek pár csicskalángos Arankárt, majd Last Nuches felé veszik az irányt, ahol feltűnik Rukia és Renji, illetve összefutnak négy barátságos Arankárral, Nellel, Dondocsakkával, Pessével és Bavabavával. Eljutnak a Last Nuchesbe, ahol szét kell válniuk, és mindenkinek egyesével kell megküzdeni az ellenfelével. A nyolcadik évad az Arankar Arc harmadik része. Ichigo megküzd Dordonival, és kemény küzdelem árán, de legyőzi. Urio is legyőzi az ellenfelét, Rukia is nagy nehezen legyőzi az ellenfelét, illetve Chad is legyőzi az ellenfelét, miután aktiválja az újdonsült teljes erejét, viszont ekkor megérkezik az Espada Noitora, és egyetlen csapással levágja Chadot. Renji és Urio ezután szájállaporóval küzdenek meg, aki ellen esélyük sincs, és aki végül elmegy, hogy a megégett ruháit lecserélje. Ichigo eljut Origamihoz, és megküzd Ulukiorával, ám még a holómaszkos, teljes erővel lesújtott Getsuga Tenshua is csak lágy csiklandozást vált ki Ulukiorából, úgyhogy Ulukiora végül legyőzi és átdöfi a mellkasát a kezével. A biztos haláltól furcsa módon Grimmjow menti meg, aki egy kis paket dimenzióba csapdába ejti Ulukioját, Orihimével meggyógyítatja Ichigót, hogy megküzdhessen vele. Ichigo felgyógyul és megküzd a teljes erejében lévő Resurrection Grimmjow-val, és nagy nehezen, de legyőzi. A 9. évad egy filler évad 21 része, ami teljes mértékben kiadható és felejthető. A 10. évad az Arankar vs. Shinigami nevet viseli, és ott folytatja, ahol abban maradt a történet. Ichigóékat megtámadja Noitora, aki ellen legyengült Ichigónak esélye sincs. Ichigót végül Nell menti meg, aki átváltozik, és kiderül, hogy ő a korábbi 3-as rangú Espada, aki noha erősebb, mint Noitora, visszalakul gyerekké, és így Noitora legyőzi őt. Ekkor viszont megérkeznek a Shinigami kapitányok Hueco Mundóba, és párhuzamosan számos harc megkezdődik, Kenpachi Noitorával küzd meg, Byakuya Zomarival, Mayuri pedig szájalapporóval. A 14. évad egy 6 részes visszaemlékezés a múltban, ahol Urahara és Aizen múltját, illetve a Vizardok születésének történetét ismerhetjük meg. A 12. évad neve Harc Karakura városért. Aizen és az egész Arankar sereg megérkezik a fake Karakura városba, amit Urahara készített elő, és ahol már a teljes Gotei történ várja, leszámítva azokat, akik Hueco Mundóban vannak. Ebben az évadban főként a hadnagyok vannak reflektorfényben, akik gyengébb Arankarokkal harcolnak, mondhatjuk, hogy mindkét oldalt gyengébbé csapnak össze, Ikkaku Po ellen harcol, Yumichika Charlotte ellen, Kira Abiramával harcol, Hisagi pedig Findor ellen. A 13. évad egy filler évad, a Zanpakuto Unknown Tales, ami 35 részes, és noha a fősztorihoz nem ad hozzá, de kifejezetten jó filler, szerintem érdemes megnézni, ha van ideje az embernek. A 14. évad az Arankar Arc 6. évada. Ichigo újra megküzd Ulukiorával, és az elején jól teljesít, de miután aktiválja a Resurrectionját, holómaszk ide vagy oda esélye sincs ellene. Ulukiora olyan verésben részesíti Ichigót, hogyha igazi teste lenne és nem spirit teste, akkor már rég összefosta volna magát, ráadásul ez kiegészíti egy second release-zel, egy második formával, ami után gyakorlatilag megöli Ichigót, egy akkora lyukat lőve a mellkasába, hogy focikapunak is lehetne használni. Végül Ichigo Orihime hangjától feltámad a Vastolord formában, ami forma viszont kíméletlenül legyőzi és végül megöli Ulukiorát. Karakura városban már a komolyabb csatákra térünk rá, ahol a kapitányok küzdenek az Espadákkal. Kyoraku és Ukitake Starkkal harcol, Hitsugaya Halibellel, Soifon pedig Baragannal. Nem áll jól a szénájuk, de Bedes belépővel megérkeznek a Vizardok, akik segítségével nehezen ugyan, de mindhárom Espadát lenyomják. Erre Aizen God módba kapcsol, és a kardja Kyoka Suigatsu segítségével gyakorlatilag teljesen egyedül levágja az összes kapitányt és Vizardot az anime történelem egyik legsokkolóbb és legelképesztőbb jelenet sorát produkálva, mire Yamamoto Genryu Sai főkapitánnyal kerül szembe. Azért, hogy le tudja győzni Yamamotót, Wander Weiss segítségével elzárja a Zanpakutóját, ám Yamamoto legyőzi Wander Weiss, aki felrobban, ami robbanást a testével folyt le Yamamoto, így kiesik a harcból.
Ichigo megérkezik és le is ver Aizennek egy sneaky Getsuga Tensho tockost, de egyedül nyilván esélye sincs Aizennel szemben, szerencsére megérkezik Urahara Yoruichi és Ichigo apja, akiről kiderül, hogy a másik kettőhöz hasonlóan, ő is korábban Shinigami volt, de nem is akármilyen Shinigami, hanem kapitány. Ichigo a viszkit szereti, ezért megküzd Ginnel, a másik három pedig Aizennel, és noha elég jól teljesítenek ellene, Aizen egyre jobban egybeolvad a Hógyokjúval, ami sebezhetetlenné teszi, és végül veszítenek. Ichigo is kikap Gintől, Aizen és Gin pedig elhúznak az igazi Karakura városba, hogy beteljesítsék ördögi tervüket. Ishin egy speciális tréningnek veti alá Ichigót, aminek a segítségével elsajátíthatja a Final Getsuga Tensho-t, közben Gin elárulja Aizent kirobbanó sikerrel, és kisián le is győzi, de a Hógyokjú ismét megmenti Aizen seggét, és megint egy újabb evolúción esik át. A haldokló Gin még láthatja, hogy megérkezik a Super Ultimate magas, hosszú hajú Ultra Instinct Ichigo, aki egy csicska pofonnal arrébb tessékeli Aizent, és megkezdődik a végső harc. Ichigo olyan szinten dominálja a harc minden területét, hogy Aizen kis hián idegösszeomlást kap, és újabb evolúciókon esik át, aminek okán félő, hogy egy ponton erősebb lesz Ichigónál, ezért Ichigo elszánja magát a Final Getsuga Tensho-ra, ami az összes erejét egyetlen csapásba sűríti, cserébe viszont örökre elveszíti az összes Shinigami erejét. Final Getsuga Tensho leteríti ugyan Aizen, de egy Izanagival visszahozza magát, az másik anime. De a Hógyokjú visszaregenerálja, ám az átmeneti meggyengülés lehetővé teszi, hogy Urahara Kidója, amit korábban ültetett Aizenbe, aktiválódjon, ez aktiválódik is, ezzel elzárja Aizent, és ezzel győzedelmeskednek. A 15. ismét egy filler évad, ami az Invading Army nevet viseli, 25 részes, de kifejezetten jó, érdemes megnézni. A 16. évad az utolsó, a Fullbring Arc. 17 hónap telt el, és Ichigo egy átlagos, egyszerű középiskolás életét éli, iskolába jár, videójátékozik és hentájra recsizik. Nem találkozott azóta se Shinigamival, de láthatóan zavarja, hogy nincs többi ereje, hogy megvédjen másokat. Az események akkor vesznek fordulatot, amikor megismerkedik a rosszarzú Ginjo nevű csávóval, aki arra figyelmezteti, hogy ne bízzon a Shinigamikban, nem sokkal később pedig Ishidát megtámadja valaki, aki súlyosan megsebesíti, kétségbe esett tehetetlenségében pedig Ichigo Ginjo segítségét kéri. Kiderül, hogy Ginjo és az Execution nevű csoportja Fullbringerek, és ez egy olyan erő, amit Ichigo is fel tud magában ébreszteni, sőt, Chad és Orihime ereje is Fullbringerő. Az is kiderül, hogy egy Tsukishima nevű fazon támadta meg Ishidát, aki szintén Fullbringer, Ichigo pedig elkezd edzeni az Execution-nál, hogy a Fullbringerő segítségével megállíthassa Tsukishimát. Ichigo többfajta tréningen is átesik, és sikerül is kifejleszteni egy fekete, rejátszószerű erőt maga körül, amikor Tsukishima megtámadja az Execution-t és röviden összecsapnak. Ichigo utolsó tréningje, hogy Ginjoval megküzdjön, hogy sikerül kifejleszteni a Fullbringét, ami után hazatér, a meglepetésére Tsukishima az összes ismerősét megvágta a Book of End képességével, mondhatjuk, hogy bevágódott náluk, mert a segítségével elültette saját magát a múltjukban, ezért mindenki kedveli őt, és nem értik Ichigót, hogy miért ellenséges. Végül a végső összecsapásban Ginjo és Ichigo megkezdik a harcukat Tsukishima és a már megvágott Execution tagok ellen, de végül kiderül, hogy Ginjo átverte, összedolgozott Tsukishimával, hogy ellopja Ichigo Shinigami erejét, amit meg is tesz azzal, hogy átszúrja Ichigo mellkasát. Szerencsétlen Ichigót annyiszor szúrták már mellkason, hogy a kardiológusa már rég felmondott és nyugdíjba vonult. Itt egy szívfacsaró esemény sorban Ichigo könyörög neki, hogy adja vissza az erejét, mire egy kard szúródik bele hátulról, ami Ichigo meg sem lepődik, hiszen hobbi szinten szurkálják át, amik kardot Urahara fejlesztett ki, és számtalan Shinigamit beletette a rejátszóját, hogy visszaállítsák Ichigo Shinigami erejét. Megérkezik az emberi világba Byakuya, Renji, Ikaku, Hitsuguya és Kenpachi, és megkezdődik a végső harc. Minden Shinigami legyőzi az ellenfelét, végül pedig Ichigo is győzelmet arat Ginjo felett. Nos, hölgyeim és uraim, ez volt a Bleach 366 részének összefoglalója. Ebben értékelés nincsen benne, tehát ezt most nem fogom elmondani, hogy melyik ark jó és melyik nem, melyik történeti logikus és melyik nem. Fullbringel ark ez most mennyire jó, mennyire nem, kinek tetszik, kinek nem, mert nagyon... hogy mondjam, heves vitákat váltott ki a nézők körében, hogy Ichigo fejlődése, ereje, mennyire egysíkú, mennyire egyszerű, vagy mennyire kreatív, vagy mennyire van eltúlozva, főellenség, karakterek, harcok, plotarmorok, és stb. Ezeket az úgymond értékeléseket inkább rátok hagyom most. Ennek a videónak nem ez volt a célja, hanem az, hogy összefoglalja a teljes történetet egyetlen videóban, és ezáltal a tudásotokat felfrissítve tudjatok belevágni az október 10-én érkező új Bleach évadba, úgyhogy remélem, hogy tudtam ezzel segíteni nektek, és fel tudtam frissíteni az emlékeiteket a Bleach animével kapcsolatban. Hölgyeim és uraim, ennyi volt már az Anime Egyetem. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok a videó alatt, iratkozzatok fel a csatornára, és persze pöttyintsetek le a véleményeteket a komment szekcióba. Ne felejtsetek el ellátogatni az Anime Egyetemisták official Facebook csoportba sem, illetve ott van az Atis Instagram is, ahol velem kapcsolatos exkluzív képeket és információkat láthattok, úgyhogy érdemes lehet lecsekkolni és megnézni, hogyha érdekelt titeket az ilyesmi. Köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok!